Onnan tudom, hogy veszélyes. Kamerenként, hogyha hozzájuthattak, vagy ők hozzájuthatnak, akkor mindenképpen hasznos egy kicsit kiszolni a tudást. Most hamarosan harmadik közép után. Hát mi is, mi az, meg a T-Mobile ilyen hat ember itt teljesen. Hát és nagyon kíváncsi elérve a csapat. Mi is voltunk Szegeden, ott ilyen negyedik helyet értünk el, az nagyon jó volt. Az nagyon jó. Ja. Az nagyon jó. Hát mi nem tudom, hagyadikok lettünk végén, de, vagy végül, de valahol a végén. Ti indultatok a településekbe is, nem? Meg a cégekbe is? Vagy csak a, ja, csak a település. Hát ez sokkal erősebb mezőny volt. Hát ott mindenki a milláért ment meg a nyereményekért. Basszus, de ez annyira durva volt, tudod, hogy csupa anyám. Tudom, hogy hány világbajnok, ezüstérmes aranyos nyelvnek, de jó van, nekit ismerünk, és csupa ilyen elcsitalakos kérdés, meg még most is Masterzbe nyomja. Jó. És szerintem senki nem vett olyan komolyan ezt a leigazolási előírást. Nem, én ezt így akartuk is mondani nekik, hogy így mi ilyen abszolút teljesen amatőr csapat vagyunk. Nálunk is van, mert kevés lány van, két kajakos lány van benne, meg most egy hölgy beült, de így mindenki olyan, hogy így egy-két éve jött le így sárkányba húzni. És így mondtuk, hogy ha ilyen csapatokat raknak össze, ahol ilyen full kajakkenusok vannak, igazából nincs értelme velük versenyezni. Nem, meg az az igazságtalanság, tudod, hogy tényleg becsületesen betartod, és kiraktunk mindenből. Aha, mi is? Ott három, nálunk is. Igen. Többiekben meg hát láttuk, hogy igaz, ja. Én kérdeztem is, hogy mondom, ezeket meg lehet-e óvni, meg innen, de hát most mindegy buli-buli most szarakodni. Hát igen, mi, igen. Számosok is. Meg most nem tudom, most látod a középfutamra összeraktak egy... mi elsők lettünk a mi középfutamunkba, harmadik, vagy harmadik előfutamba, és beraktak minket második helyre középfutamba. Aha. Ezt így kérdeztem is, hogy mondom, ez hogy sikerült? Azt ott elmagyarázták, hogy hogy van a sorsolás, de mondom, hát mondom, teljesen nem úgy sorsoltatok. Hát azt akkor mondták, hogy jó, és akkor szerintem nagyon sok csapat kapitány oda, és kiadt teljesen új ízét. Aha. Hát persze. Nekünk a nagy ellenfelünk a Merkap mindig, tehát most ők 12 kenus kajakkal biztos, hogy jók lesznek. Szerintem megnyertük egyébként. Tehát az MTK kolónia, a Rövi Sárkányhajózó és a Kepeni Kajakkenu egyetlen. Megyek, menjünk gyorsan, hisz az időt. Várunk benneteket a Dízeszállás testvére. MTK kolónia, a Rövi Sárkányhajózó, Kepeni Kajakkenu egyesület. Az áldöntő résztvevőit várjuk a Dízeszálláshoz. A most befutott egységeknek gratulálunk, szép volt, jó volt. Az időeredményeket hamarosan ismertetem. Szép volt, lapátolok! Hajrá! Hajrá, magyarok! Hajrá! Rabgulyás! Hajrá!
Hajrá, Fradi!